I love Oscar. Na, kijöttem a természet lágyolére, mikrofon nélkül, diktafon nélkül. Erről fogok most mindjárt mesélni nektek, hogy hogyan jártam. Csak keresünk valami jó helyet, ahova le lehet ülni. Most a stabilizációt nem kapcsoltam be, mert akkor ugye képroncsolódás van, frame roncsolódás. Meg majd a stabilizátorról is beszélek egy picikét, meg hogy mire kell odafigyelni online vásárláskor. Csak úgy látom, elég sokan vannak, hova kéne ülni vajon. Ja, meg rájöttem egy-két dologra egyébként. Na mindegy, mindjárt keresek valami jó helyet. Tele van most az erdő hangyabolyokkal. Robogóval is, ahol meg kellett állnom. Két helyről is át kellett állnom, mert hangyabolyba parkíroztam volna le. Hát igen, lehet nem szombaton kellett volna most ide jönnöm. Ahova nézek, ember van. Egy 20 évvel ezelőtt, amikor a szülőkkel jöttünk ide pihenni, volt, hogy egyedül voltunk, tehát így hármasban. Hát igen, most már 8 milliárdan vagyunk a bolygón, és ez meg is látszik. Na, ott egy pad. Oda leülök. Hát, hogyha itt ritkábban fognak megzavarni. Már hogyha nem a hangyaboly van itt is valahol elrejtve. Ez jó lesz. Jó ez nekem. Na, úgyhogy, hát szóval képzeljétek el, hogy hogy jártam. Ugye Szőlőski Balázs kollégámmal kinéztünk egy jónak tűnő diktafont. Hát egy hangrögzítésre, hogy ide fel lehet csíptetni. Erre a felsőre még nem is kellett volna semmilyen plusz tűt felrakni, ide van ez a biztos tű, tudjátok, amit rá lehet csúszhatni, és akkor arra így rápattintom. Na, ide még az se kell, mert ennek van zsebrésze. Szóval itt csak így ide. És én nem is tudom, tehát amikor megrendeltem ezt a Spy Store-ból, tehát egy ilyen, végülis az ilyen kémeszköz, én azt hittem, hogy ez egy nagyobb szerkezet lesz. Tehát nem akkora, mint egy okostelefon nyilván, de mit tudom, annak a fele kb. Nem, ez egy USB kulcs, egy 16 gigás USB kulcs, amiben van egy mikrofon beépítve, van egy közelségérzékelő, tehát közeli dolgokat, ahogy felveszi, illetve van egy távolsági felvételi mód, és egy visszajátszás. Kaptam hozzá fülhallgatót is, tehát azt is meg be lehet dugni, és akkor, tehát egész komolynak tűnő dolog egyébként, és nem működik. 22 ezer forintért hozták, szállították le Prágából, ugye Csehországból, Csehország fővárosa, Cseh köztársaság, és hát szóval vissza kellett küldeni. Tehát gyakorlatilag a postáról jövök most ide ki. Így egy csomagként 6000 forint lett volna visszaküldeni, úgyhogy végül ajánlott levélként adtam fel, így 2000 forintból megúsztam. Két pizza ára. És hát még nem kaptam vissza úgy a pénzemet, tehát 30 napon még ezt rendezik. Tehát még izgulhatok, hogy egyáltalán, egyáltalán mi lesz. Az ügyfélszolgálatos András az rendes volt, ővele megbeszéltem, hogy hova mit kell írni, mert hát még soha nem csináltam ilyen visszaküldést, vagy talán egyszer, de külföldre kellett akkor se. Úgyhogy hát problematikus volt a dolog, fú, mennyi rovar van. És tehát az volt a probléma egyébként vele, hogy ugye elkezdtem feltölteni, mert teljesen le volt merülve az aksia. Ugye USB-n hozzákötöttem a számítógéphez, gondoltam adok neki egy pár órát, hogy töltődjön, 3 órán keresztül töltöttem, lehúztam, semmi. Akármit nyomkodok, semmi. Meg háromszor is elolvastam az utasításokat, hogy mit kell ilyenkor csinálni.
próbáltam resetálni is, az se oldotta meg semmit. És szóval is kiderült, hogy valószínűleg döglött az aksia, mert amikor be volt dugva USB-re, akkor működött. Hát nagy nehezen, nagyon nehezen, de azért el tudtam indítani anyátok úristenit. Ez volt a neve a diktafonnak, az anyátok úristenit. Szóval el tudtam indítani. És ezek szúnyogok. Nem fogok én itt ülni. Ne. Menjünk innen, mert kiszívják a véremet, mint a vámpírok. Na szóval, hogy az aksi döglött, hogyha USB-vel össze volt kötve a számítógéppel, akkor az úgy jó. Akkor valamit mocorgott, de szóval akkor is az volt, hogy elindítom a felvételt, aztán egyszer csak úgy gondol egyet, és leáll. Szóval eleve megbízhatatlan, a másik meg az, hogy nem működik. Tehát nem hordozható. Szóval ez nyilván hát így használhatatlan. Magyarul, na már üldözőbe vettek, hátulra. Szóval használhatatlan, vissza kellett küldeni. Szegény Balázs, ő meg rendelt egy még ennél is olcsóbbat. Az még nem 22 000-be kerül, hanem valami 3 000-be vagy 4 000-be. Szegény Balázs, majd lehet nem is írom meg neki, most úgyis nézi ezt a videót. Hát szóval, hogyha neked nem válik be, akkor nem is éri meg visszaküldeni. Körülbelül annyiba fog kerülni a visszaküldés, még így levélként is, mint amennyit összesen fizettél érte. Reméljük, hogy azért a tiéd jobban beválik. Hát mondjuk erre kíváncsi leszek, tehát azt mondom, 2 vagy 3 felvételt sikerült azért nagy nehezen készítenem ezzel az eszközzel, de hát finoman szólva nem voltam megelégedve, szóval még annyira sem volt képes, vagy annyira sem volt jó. Ide a csőre megpróbálom feltenni GoPro-t, remélem nem fog leesni. Szóval annyira nem volt jó, mint az okostelefonomnak a beépített mikrofonja, pedig az is csak egy ilyen pötty mikrofon, vagy pont mikrofon, vagy minek szokták ezt nevezni. Szóval én nem értem, tehát hogyha egy eszközt kifejezetten ilyen célra találnak ki, akkor tehát ezt nem lehet jobban megcsinálni. Na mindegy, mindegy. Nem az ő hibájuk egyébként valószínűleg, mert hogyha minden egyes termékük hibás lenne, akkor már csődbe ment volna a cég. Hát valószínűleg bele nyúltak, vagy hát beleválasztottam. Tehát az, aki kiválasztotta az izét, a csomagot, hogy na majd az Oscar fiúnak ezt elküldjük, hogyha egyen mellette lévőt fogja meg, akkor lehet, hogy gond nélkül használom. De mindegy, én ebben is megpróbálom a pozitív karmát látni. Valószínűleg jobban járok így, visszaküldöm, visszakapom majdnem a teljes pénzemet, és akkor veszek valami normálisat. De végül is nekem itt nem is az a lényeg, hogy pici legyen, meg hogy elrejthető, hanem hogy jó legyen a hang, csiptethető legyen, vagy hát most már az se annyira számít egyébként, hogy csiptethető legyen, csak szóval ne legyen zsinórja, hanem egy ilyen ekkora eszköz körülbelül, amit így valahova fel tudok így rakni, vagy a nyakamba akasztom legrosszabb esetben is. És akkor megoldódik a hang. Most azért nem a telefonomba beszélek egyébként, mert teljesen le volt merülve, aztán rá kellett dugni a töltőre, úgyhogy most az otthon hagytam. Na hát ez lett a diktafonnal. Úgyhogy most hát a következő dolog, amit rendelni fogok, az a stabilizátor. Na, ja, igen, és akkor még egy dolog, amire rájöttem. Ez szoftveresen jöttem rá erre, hogy gyakorlatilag ugye ez a GoPro jelenleg stabilizálással is, illetve stabilizálás nélkül is 2700 valahányszor 1005 valamennyiben rögzít, szóval neki ez a 2K-ja. Ugye az eredeti igazi 2K az valami 1620-1440, vagy lehet 2000, nem tudom most így fejből, várja, de úgyis hülye vagyok, 2620-1440, azt hiszem, igen, az igazi 2K, ez meg 2700 valamennyiben vesz fel. Szóval egy picit magasabb, mint a klasszikus 2K, 16.9-es 2K. Nem tudom, hogy miért, arra tippelek, hogy a stabilizálás miatt, ugye, hogyha az be van kapcsolva, akkor 10% kép méretveszteség ficcen be. Na most nyilván akkor torzul is a kép minőség. Na most a dióhéjban arra jöttem rá, hogy a Sony Vegasban, meg bármilyen videószerkesztő programban, amit használunk, a projektbeállítást azt mindenképpen
úgy kell beállítani arra a formátumra, arra a képméretre, frame rate-re, stb., amivel dolgozni fogunk. Vagy hogyha mondjuk több típusú videót rakunk fel a szerkesztő sávra, akkor hát arra kell állítani, amiből több van. Érted? Szóval itt tudom én, hogyha van 3 1080p 30 fps-es videód és egy darab 720p 25 fps-es, akkor nyilván az 1080p-nek a javára kell eldönteni a projektbeállításokat. Na mert hogy én úgy vettem észre, nem 100% még, de elég valószínű, hogy például én ugye 2K-ban veszek fel ezzel a kamerával, viszont a projektbeállítást az 1080p 2997 fps-re állítottam be, szóval abba, arra a beállításra, amibe majd renderelem le a végső cuccot. Valahogy nekem eddig azt tűnt logikusnak, hogy hát akkor már eleve a szerkesztési felületet is akkor úgy alakítja ki a program, hogy tehát már ahhoz igazítja, amiben majd renderelni fogom, de ez úgy tűnik, hogy tévedés volt. Mert most készítettem egy-két próbafelvételt GoPro-val, és jobban jártam, hogyha az eredeti felbontását állítottam be, tehát pontosan azt, amit szerkesztettem, és hogyha ezt rendereltem le 1080p-re, jobb lett a képminőség. A másik dolog, amire rájöttem, hogy nem kell azzal arra figyelni, hogyha mondjuk ennek a kamerának a 2K-ja ugye nagyobb méretben, tehát frame-ben, mint a YouTube 2K-ja, mert az kisebb, tehát az a klasszikus 2K méretet szabták meg a YouTube-on, attól még nyugodtan lerenderelhetem eredeti frame méretben, és fel fogja ismerni a YouTube. Mert ugye, hogyha most egy nagyobbat kisebbre renderelek le, és akkor a YouTube még egyszer át fogja úgyis konvertálni, akkor kétszeresen szarabb lesz gyakorlatilag. Na szóval erre jöttem így most rá, és hát igen, a stabilizátort azt meg fogom venni, mert ahogy mondtam, azt a Hero 6 Blackhez is fogom tudni használni, meg ehhez a kamerához is, meg a jövőbeli kamerákhoz, vagy más akciókamerákhoz is. Mindenképpen az jó lesz. Nem kell megbolygatni azt, ami jól működik. Próbáltam kamera nézetet váltani, de remélem nem fog leesni. Na, csak a tantusz. Na, szóval a stabilizátort meg fogom venni, és akkor nem kell bekapcsolva lenni a stabilizátornak, mint ahogy most sincs. És akkor gyönyörű felvételeket fogok készíteni, és azt tervezem egyébként, hogy a városban körbe fogok menni, és bizonyos csomópontokon megállok, és így elkezdek így körbeforogni. Így. Ugye a chesty-re fogom ráerősíteni a kamerát is, meg ezt a stabilizátort is, és ezeket a körbeforgós felvételeket fogom, ugye képkockákat kiragadni ebből, meghatározott számú képkockákat, és egy program segítségével ilyen 360 fokban, nem 360 fokban, de szóval így vertikálisan körbeforgatható lesz ez a valamilyen formátumban, majd elmentem. Még nem tudom, hogy mit kéne erre használni. És gyakorlatilag egy olyan kollekciót szeretnék összeállítani a városról, ki így 2018 tavasz nyár környékéről. Hogyha majd valaki 20 évvel később vissza akar jönni ebbe a városban nosztalgiázni, akkor ezzel a programnak a segítségével, vagy képeknek a segítségével vissza tudja nézni. Tehát úgy képzeltem el, mint a Google Maps-et, hogy ledobod a kis figurát valahol, hát általam meghatározott pontokon, és akkor ott így körbenézhetsz. Hát így felfelé nem lehet majd nézni meg lefelé, hanem csak egy meghatározott szögben. De szerintem ez marha jó lesz. Aztán persze lehet, hogy kiderül majd az is, hogy a Google az gyakorlatilag, mit tudom én, 2-3 évente megcsinálja ezeket a módosításokat, tehát hogy a Google-nak az autója végigmegy az egész világon, és lefényképezgeti a 360 fokos kamerával a cuccokat, és gyakorlatilag lehet, hogy tök fölösleges lesz az, amit én csinálok, de lehet, hogy mégsem. És na hát ezt meg akarom csinálni, és ehhez stabilizátorra azért azt hiszem, hogy szükség lenne, talán nem árt, hogyha van hozzá egy stabilizátor, meg akkor ugye minél jobb legyen a képminőség. Hát igazából egy Hot Black-kel lenne jó megcsinálni, de hát ezzel a sessionnel is elboldogulok. Veszi. Ja, Istenem. Durva, hogy még egy pár hete még semmi rovar nem volt, most meg így harapni lehet a szúnyogokat. Megyek is, mert csipkednek itt össze-vissza.
Aztán mit akartam még mondani? Ja, most Castiel-lel elkezdtünk így videó üzengetni egymásnak. Nem Glide-on, hanem így YouTube-on. Ilyen Metal Castiel, Metal Castiel, Fém Kastély, alá. Ja, hát igazából tényleg nehéz így láthatlanul segíteni valakinek, mert... Ja, az jutott még eszembe, Castiel, nem tudom, hogy nézed-e ezt a videót, hogy... van az a film, nem tudom, láttad-e, a Holnap kezdete? Amiben egy ilyen kisgyerek kitalálja, hogy segítsünk 10 vadidegen embernek, és azt, tehát amikor segítesz neki, akkor megkéred rá azt a vadidegent, akinek éppen segítesz, hogy ő is segítsen 10 másik embernek, és ilyen piramis játékszerűen, hát végül is pozitív irányba indul el a világnak, a társadalomnak a fejlődése. Na most, ugyanebben a filmben emlékeim szerint elhangzik az a gondolat a kisfiú szájából, hogy furcsák az emberek, mert megszokások rabjaivá tudnak válni, élethelyzeteknek a rabjaivá, még akkor is, hogyha szar. Tehát nem csak a jó dolgokhoz lehet hozzászokni, hanem a rossz dolgokhoz is. És most, amíg eszembe jutott ez a film, te jutottál még pluszban róla eszembe, hogy gyakorlatilag szerintem, hogyha tényleg nem fizikális eredetű problémád van, ugye a hormonális dolog, amiről beszéltünk, akkor lehet, hogy tényleg csak arról van szó, hogy te már annyira hozzászoktál ezekhez a negatív élethelyzetekhez, hogy már nem is tudsz tőle szabadulni, de nem is akarsz talán tudat alatt. Tehát én már erre gondoltam, hogy azért a legtöbb ember az próbálja úgy alakítani az életét, hogy kellemes legyen, kényelmes legyen, boldog legyen, stb. De lehet, hogy téged egy időszakban túl sok negatív inger ért, és már úgy betakozódtál ebbe, tehát hogy most már a segítséget sem fogadod el másoktól, és most nem magamra gondolok, hogy most segíteni akartam, aztán nem fogadtad el, nem erről beszélek, hanem úgy minden más téren. Tehát, hogyha valami olyasmi történik, hogy valaki neked úgy, hát szóval szeretne úgy, hát nyújtja a kezét, akkor te azt úgy ellököd. Lehet, hogy tévedek, hát mégis nem ismerlek, tehát én csak amit így a videókon keresztül leszűrök, annyi. Az biztos, hogy több emberi interakcióra lenne szükséged, nekem is egyébként, hát én is egyedül élek, érzem is a negatív hatását, szóval szét fogok rohadni, hogyha ez még évekig így lesz. Mondjuk az én magányom az más, mint a te magányod, de most ebben nem akarok belemenni, hogy miért. Szóval rám nincs akkora annyira negatív hatással, de érzem azt, hogy én is ilyen magányos természetű ember vagyok, nem tesz jót, szóval ha majd Pesten leszek, akkor igen, tudatosan fogom alakítani azt, hogy legyenek barátaim, ismerőseim, valami párkapcsolatot most már. Mert azért ez is durva, hogy hát nekem volt egy 8 éves párkapcsolatom, minden fasza volt, aztán egy napról a másikra így tropára ment, és azóta semmi. Szóval, hogy azért ez is egy hatalmas pofon volt, ha úgy vesszük az élettől, amit szerintem nem érdemeltem meg, de mindegy, ez már más kérdés. Na mindegy, lehet, hogy majd ezt belinkelem neked, ezt a videót, hogy itt az erdőben itt pofázok egy picit még rólad, mert mondtad egyébként cseten, Facebookon beszéltük ezt, igen, hogy amikor így oda-vissza interaktálnak emberek, tehát mondjuk veled valaki, akkor te is egy kicsit úgy belelendülsz, elkezdesz videókat gyártani, jönnek ötletek, stb. Ha gondolod, akkor üzengethetünk így videón keresztül, így YouTube-on keresztül, ha gondolod, hogy ez így jó. Ja, végül is ez is egyfajta interakció. Na jó, megyek, mert megesznek a szúnyogok szerintem, úgyhogy ide. Itt olyan hangokat hallok, mint hogyha itt mászkálnának az emberek, de aztán rájövök mindig, hogy csak egy madárka röppentyűződik. Na, köszönöm szépen a figyelmet, szóval vigyázzatok ezekkel a kémtermékekkel és a külföldi rendeléssel, mert alaposan be lehet fürödni. Aztán Balázs, majd várom a beszámolódat a diktafonnal kapcsolatban. Őszintén kíváncsi leszek, hogy mire mész vele, mert mondom, ez amit én vettem, amit én rendeltem, ez hát nem. Igaz, hogy nem tudtam nagyon precíz módon, nem tudtam letesztelni, mert ugye nem működött. De na mindig kíváncsi leszek, majd valami hangmintát azért küldhetnél át e-mailben, vagy akármi.
Na jó, pusszantás gyerekek, sziasztok! Most már a videó végéről kivettem ezt a Oscar csatornája izét, mert úgy éreztem, hogy egy például egy komoly videó végén nem jön jól ki az, hogy tudod, és akkor most felakasztom magam, és akkor sziasztok, Oscar vagyok, iratkozz fel! Na jó, megyek. Még valami ebédet is össze kell ütni magamnak. Jaj! Figyelj! Oi. Na. Sziasztok!